أختين. Jaj. Jaj. Hol vagy? Itt vagyok, hát hol lennék? Jaj. Hát hogy vagy? Hát hogy lennék? Szarú vagyok. Megmérjem a vérnyomásod, gyere. Mértem 190/110. Akkor bemegyünk a kórházba. Nem megyünk, bevettem már nyugtatót. Hát a vérnyomásra alig ha nyugtató, hát. Jó az nekem. Felöltözök. És mit akarsz felöltözni? Ilyen vérnyomással pihenni kell. Jaj, már pihenni. Akkor mit akarsz csinálni? Hát semmi, van egy csomó elintézni való nekem is. Jó, nehogy mert... azért, hogy én annyira ráérek. Én kérek elnézést. Csak gondoltam rád nézek, hogy iszem itt. De hát ha zavarok, akkor mehet. Nem zavarsz te. Hát föl akarok öltözni, hogy ne így lássa engemet pizsamába. Ha láttalak ma így. Hát láttál így persze, amikor még Raffaelné voltam. Hát én még most is azt hiszem, hogy az vagyok. Hát még. Na, hát mindegy, hogy Raffaelné vagyok, vagy nem vagyok Raffaelné, a pizsama az pizsama. Üven segítetek, kérsz egy kávét? Kérek. Jó van, akkor lemetsz a kisboltba venni nekem is egyet. Na, na. És milyen dolgaid vannak? El kell mennem egy ismerőső, meghívott, okay. A beszélni akar velem. Ugye nem a Gustavo. Nem az, nem az. Privát dolog. Ja, csak be kéne jönnöd, hogy nézzen rád valaki. Hát itt vagy, te rám nézti. Én aggódom, érted, hogy te egyedül mész, nehogy baleseted legyen az úton. Már miért lenne balesetem? Szarul vagy, agyvérzést kapsz. Hát majd, hogyha agyvérzést kapok, akkor félreállok. Gondolod, lesz rá időd? Hát hogy ne lenne, tudod, hogy én lassan megyek mindig. Nem kell sofőr? De hogy kell nekem sofőr, el tudok menni én is, neked is, hogy biztos egy millió dolgod. Sértődjél meg. Egy millió, nincs a kórházba, gondoltam, akkor benézek, ha nincs más. Hát nem tudom, hogy neked mi van, nekem van dolgom, el kell oda mennem. Hát akkor intézd a dolgot, Isten ments, hogy én akadályozolok téged a dolgát. Hát bencsen is. Báhíl is. Majd minden a maga idejében ki fog derülni. Halló? Halló, szálgusz, szálgusz. Mondja Zsótikám. Milyen Zsóti? Mile? Na, hallod, most nem tudok, mert egy furcsa dolog történt velem, de egy 1945 és 3-4 8 között bírsz találkozni velem? Bírok. Hát a 1945 és 3-4 8 között akkor találkozunk majd. Jó, akkor 1945 és 3-4-8. Igen, igen, így van. Jó, szóljál, hova menjek majd, aztán meglátogatlak téged is. A rendben van. Szerbusz, ebédem. Jó van, van még egy szabad 10 percem. Milyen Zsóti volt ez? Van egy Zsóti ismerősöm, majd bemutatlak neki. Csak most négy szemhúz. Bíró? Nem bíró, nem bír az. Hova mész vele találkozni? Kint dolgozik a rostelepen. De nem tudom. Jaj, azon az úton téged annyi baleset fog érni. Jaj, édes szűzmánia. Ne pánikoljam már, hát legalább. Itt tudom, hogy hány éve van nekem jogosítványom, de már régóta. Jaj. Jaj, hát mi? Neki álltál főzni? Na gyere, benézünk akkor a kórházba. Hát én megyek a kocsimmal. Hát de megyek ézé veled. De menjünk, megyek utána az enyémmel, akkor elkísérlek. Jó, de én a személyzeti parkolóba állok be. Hát az hol a faszomban van, jó van, akkor följössz. Akkor ne hallgassál meg. A másik igen. Felén. Másik felén, jó, akkor ahol hol tudsz ott kijönni, akkor oda megyek érted autóval. Hát és így azt hívják, hogy egyszer érkeztünk meg. Na vedd ki az autódat. Hát gyere, akkor utánam azt megvársz ki. Jó van. Na, azt hívják nekem együtt. Nekem normálisan viselkedj, ne azt csináld, mint kedves leszek, nyugodj egy akaróltam. De most tényleg ilyen, miért ne rugassál már ki innen engem. Kedves leszek, de azért nem fogják azt hinni, hogy itt elváltunk. Figyelj, szépen jó. Nyugodjál már meg! De engem te ne járassál le! Mikor járattalak életéged? Hát tegnap legutóbb. Jaj! Majd egyszer megmutatom, milyen az a lejáratás. Én tudom, milyen az. Hát nem az, ami tegnap volt, az még kedves is voltam. Egyszerűen ez egy gesztus, hogy beviszlek a munkahelyre. Mit csinálsz? Jaj, beszúrt a szívem. Csak meg kéne nézetni tégedöt. Dehogy kül, hát van diagnózis, hogy szar. Itt kül ezen nézetni, nem kül ezen hát semmit akkor nézetni. Be kell állítani a gyógyszereidet. Nem, nekem egy papír kell arra, hogy leszázalékoltak. Nem akarsz már dolgozni? Sose akartam.
Jobb, bekísérlek, azt kedves leszel velem, és akkor én is. Igen, hát én nem voltam bunkó eddig se, te hódítottál velem. Szép jó estét! Szép jó estét! Na, azt, hogy óvatosan, jó? Köszönöm. Jó. Még azért nem akarom, hogy itten. Na, legközelebb már az egy gyerekkel, ha sadvallássalak téged. Na, hát, megyek a dolgomra én is. Rendben, szervusz! Mi, most kidobsz innen? Nem, csak mennék átöltözni. Megyek magamtól, mennyi öltözni akkor? Szia! Ja, szóval. Halló! 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 Na, hova menjünk? Oda, ahol lakok, te tudom, emlékszél végre. Emlékszek, hát nálam laksz. Szevasz. Na, hát ezer éve nem találkoztunk. De azt mondja, meséljél már, hogy mi újság van felé ilyen. Én váltam igazából. Röviden, tövéren. Na, hát ez igen a lényegre történt, nem mert pont erre gondoltam. Hát mire gondoltál? Hát tudom, én azt hittem, hogy megyek át az üzlet, meg ilyesmi. Nem megy az üzlet, képzeld, de főmondtuk. Főmondtál? Ja, munkanélküli vagyok. Én meg elkezdtem dolgozni, mondtad, hogy kezdjek el valamit dolgozni, mert itt a lakbért majd külön fizetkedni, azt akkor én meg elkezdtem dolgozgatni. Hol dolgozol? Hát itt lennem messze, itt a telepé. Telepé, rossz telepé. Itt a szomszédságban, ott a pontosan, ott a rossz telepé. Ja, és te benne vagy ilyen üzletekben? Milyen üzletekben gondolod? Hát olyan üzletekben, ami nem olyan üzlet. Olyan üzletekben, ami nem olyan üzlet. Hát nem tudom, hát illegális. Magyarul. Én benne vagyok én minden üzletben. Gondoltam, hogy kipakolhatnánk egy-két kis bótot. Ha figyelj, most nem kell senkinek ezt megtudnia. Van nálam otthon pisztoly is, minden, vennék ő maxot. De én a maszkot nem tudok fölhúzni, ha lehullik a szakállam. Gyere. Van autód, vagy menjünk az enyémbe? Ha van autóm, csak elég van, problémás. Jó van, akkor megyünk az enyémbe. Ez kettőnk között marad, de senki más nem fogja tudni. A rendben van akkor. Kivéve, ha lelep csuktak már, akkor lehet, hogy megtudják. Hát olyan meg nincsen, olyan nem lesz. Ki akkor kell jönni ide, videékre, adok neked egy pisztolyt, azt... Papírzacsort, mert a fejedre húzunk azt a... Hát rendben valamit majd a fejemre húzunk. Majd iszunk otthon egy kis nyugtatót, hogyha értünk, mire gondolok. Persze, hogy de érteni. Valótó most rendesen mindenféle szarasztán. Akkor bevásároltál, mint az az, hogy elhagyottad. Te hattad el az asszonyt? Én hagytam el. De hát mi történt? Betelt a pohár? Betelt a pohár, persze. Mindig. Magyarázott, ugatott nekem, aztán úgy voltam vele, hogy... Jó van ez így. Én mondtam neked már mindjárt az elején, mikor megismerkedtünk. Ez már, ebbi csak baj lesz. Ebbi baj lesz? Ebbi baj lesz. Azt nem akarok, Jós úri. De, ja, de az is lesz. Szoktam. Hát az lett. Beugorjunk a kazinóba, egy itt arra vendégem, nem vendégem vagy, figyelj. Beugorhatunk, ha ugorjunk akkor. Ugorjunk akkor, be, ha ráérünk. Azt mondjad, bevitt az asszony mindent a fejed felé? Ha nincsen. Itt maradt minden, ház, kocsi, autó, minden. Minden a tiéd maradt? Minden az enyém. Akkor jó volt az ügyvéded, azt hogy mondjam. Nem volt ügyvéd. Aláírtuk a papírt, azt nem vittük azt a húzásba, hát papíron. Csak gyakorlatilag vagyunk elválva. Ja, értem be. Hát itt találjad ki, mit is szó aztán. Hát de már nem lakik nálad vagy? Már nem lakik nálam, nem, csak néha följön, az kitakarít. De hát akkor elég jó. Kapcsolatban maradtatok, úgy jó, van. Kapcsolatban maradtunk. Nagyon furcsa is volt, hát te énekel amúgy, hogy voltatok ott a karácsony előtt, mert nem akartál így is, meg ilyesmi. Aj, hát az, hogy nem engedett semmi. Gyere, ja. Félhozzám, ott még van jó fajta. Rendben van. Na, mit is szól? Hát mindegy, amit van, én ahogy átalakítottad azt a rezidenciát. Ah, te mit is... Van Rambores, Sex on the Beach, van buli vodka is. De hát azt, ha megiszunk, biztos, hogy jó lesz, mielőtt elmegyünk. Kedves egészségedre akkor. De hát neked is akkor. Tehát te tudó vezetni? Na, hogy aztán... ne tudnék, nem láttad? De ha ittassad is. Jaj. Na gyere. Adok neked izlét. Mit adó bála?
Ajajajaj. Azt ezt a végig kérjön vissza. Most el kell azt menni, maxot venni. Vegyük akkor maxot. Tadá, mikor akarsz bekelezzelni az akcióba? Mert akkor követem egy másik ruhát már, egy másik melegítőt. Hát már ez az ünneplős ruhába azt akkor ne, hogy már aztán ebben vigyenek be a rendőrségre. Mit szólsz hozzá? Fölkövenni a maxot, kapni fogunk piszkos pénzt. Azokat odaadod, én azt tisztára mosatom, és akkor felezünk. Megnézzük megint a bolt. Ha megint, akkor úgy lesz, hogy elsőnek bemegyek én, és a mögöttem jössz pisztolya fedezni, hogyha esetleg... Jó, van a pisztolyabban a golyó is, vagy mi? Van, de adok még golyót hozzá. De figyelj, nagyanyádnak a pulcsiát muszáj volt fővenni. Ezt te találtam, csak kötelező jellegé csak ez volt. Kigyűnnek véletlen a rendőrök, az körbe röhögnek minket. De várjál, lehet nem saját autóval kéne jönni. Mit szólsz ahhoz, hogyha lopunk egyet? Hát attól azt is tudó lopni autót. Tud, hogy ne tudnák lopni. Szóval akkor neked nem tetszik a nem pulcsi. Mondom, hogy nem tetszik, de mondjuk egy nyugdíjas klub, ezt jobban el tudnám képzelni. Ez volt legfelül a púco. Most mondjad már azt, hogy az adrágom se tetszik. Nem mondom, hogy nem tetszik. Legjobb márka ez az Adidas. Jó, hogy puna felsőt nem vettél hozzá. A biztoszáhő a terepjáró. Vagy motorra akarsz menni mindenféleképpen. Ott a motor. Álljál még, álljál csak még. Gyuri. Szép jó napot, legyél szíves, leszállni a motorról. Nehéz lesz át. Na, visszavigyem az autóidat, vagy hogy legyen? Na, nem tudom felülni rá. Nem tudom, mert fő kéne törni, de az még nem mély. Akkor csak nem tudod elopni még. Hogy ne tudnék lopni? Kell egy másik. Ott hát egy autó. Jó, csináljuk itt az út között is. Jó. Legyél szíves, kiszállni a gépjárműből. Kiszállni! Hát tudjél báda. Szerintem ebbe se tudó majd beülni. Na, hozzad a Daewoo-t utána. A jó lesz nekünk ez a Volkswagen. Ezt néztél már ki autót, amit tetszik? Vagy ahonnan jöttünk, az jó? Nekem teljesen jó, azt sem tudom mit csinálni, de hát na, csülök veled. Azt mondjad, hogy bejövök, főtartom a pisztolyt. Osztad? Azt te is jössz utánam, biztonság kedvéért. Csülök. Na gyere. Védd elő a pisztolyt is. Hát tudd a kezeket fő! Halló? Tegyed fő kezedet már a kislány. Na, fő a kezeket. Bótrablás. Tegyed már fő. Halló. Na. Fű, kezeket. Tegye már fű. He. De szerintem ezt kirabolhatták, azt már nem ilyen meg te ülünk. Akkor viszontlátás. Lehet, hogy kéne kukázásra maradni, nem elnék a lopásra. Jaj, ne, pánik, jaj, te pánikolját, te ilyeneket tudod, hogy ez a vérében van. Na most ide gyűvő, jó, hogy nem a sheriffség mellé. Kezeket fő! He. Bársi akari? Na. Tegyed már fő a kezedet, na. Na, fő a kezeket. Halló. Na, hölgyém, nem vízből jöttünk. Hát nem akari. Hát nem, gyorsan megyünk, mielőtt fővesz a kamera. Ha hiába valami barátodat fél, hogy mi a faszom van. Halló? Szárbusz, szárbusz. Emlékszünk még rám?
abba beszédik. Na, hallod? Az egyik barátom kérdezi, hogy te tudod rabódi bótot? Szabadó szóként. Hát csak kérdezem, hogy tudod, hogyan működik az. Mert az, hogy a barátom, hogy bemegy pisztolyval, aztán nem történik semmi se. Hát hogy működik? El tudod mondani? Hát nem dolgozik semmi, szabadúszó. Ha úgy nem fog menni a bútrablás. Na bazd mi. Hát mi? Pedig az kellett menni, hogy menjen. Értem, hát jó van, akkor köszöntem az információkat. Na jó van, szávúsz. Ez azt mondja, hogy nem lehet szabadúszóként rabolni bót. Hát az mi a bának tényleg? Hát nem tudom. Na de várjál, van még egy barátom. Halló? Szervusz barátom. Megint én vagyok, az Guszti. Gyűzba. Na, az a kérdésem volt, ne haragudjál, majd zavarlak megint, hogy nem haragszok. Bár, a bótot, hogy a picsába tudok kirabolni, már bocsánat. Akkor nem tudok. Aha, értem. Hát akkor sajnos ez így marad, mert ezt akkor nem tudjuk. Na mindegy, köszöntem szépen, az ne haragudjál, hogy nem zavartalak. Na szávusz. Na hát ez a barátom is azt mondja, hogy nem lehet. Na, megbászhatjuk akkor. Hát azért sajnálom, hogy nem gyűjt össze. Hát jó lett volna, mert kő a pénz. Kő. Kő. Hát miért nem gyűjtél is ide, azt dolgozol itt az izébe? Nem tudom. Hát te nagyon ilyen izébe akarsz most foglalkozni. Ivé. Hát ebben a adok-veszek cserélek dologban. Azzal? Hát én üzletember vagyok. Na összebaszod a kerítésemet, hát mit csinálok? Várj, akkor visszaállok. Na hát, azt megoldottad, mondjuk be. Na ez a szar főleket. Hát bár ott, amit kilöktél, az most be van kerítve, újra. Bassza meg a kecskapékot. Na, jó van, akkor legközelebb hátam el. A legközelebb komolyabb tervekkel gyere éneke most már legközelebb. Miért? Én volt elég komoly. Hát csak nézd rám. Rád? Hát jó, hát én vagy komoly. Hogy is vett volna valaki komolya? Hát te igen sehogy. Én komolyabban nézek ki. Az a muszak a lábodod az jó. Izére bokaszíra gondolsz? Igen, a muszakára. Muszakára. Hát igen, a muszakára. Na mindegy. Jó van, muszakára, jó van. Akkor majd híjál, mikor... Hílak, jó van, akkor kiérszed, akkor azt legközelebb a bankot raboljuk ki. Rendben van, megpróbálhassuk azt is. Azt is megpróbálhassuk, meg szót is körbe röhögnek téged. Szóljál időben, hogy mi a terved, azt akkor majd újabb jó van, időben szólok. Jobb ruhát jó van, be. Akkor most szólok. Ma maga ő egy ciki, hogy megjelenünk. Hát valamint a télapók, akik december 6-án megjelennek, valami a szana szét van, rottyos rajta a ruha. Rendben van akkor, hogy komoly szétet majd összeállítok a muszakába jövök. Jó van. Az autót rendben meg itt hagyom, azt használja nyugodtan, egészségvel. Majd akkor lesz komolyabb tervem, hílak. Rendben van. Szevasz. Ez nem mit csinál itt? Ez meg van tépújodva, bazd meg. Mint valami elmegy úgy intézetbe. Már csak a kényszer zubon hiányzik erről az idiótára, és mit csinál ez itt? Papucsba. Asszony! Hát ez nem normális. Nagyon lement alfába, akkor gyorsan kisorolnak két orról, mint hogyha nem is láttuk volna. Na! Halló! Halló! Te hittál az előtt, ismeretlen szábru? Én hittalak tégedet. Fényhívó ismeretlen szábru. Nem tudom. Hát vagy baszóval, vagy mi? Bár most már mindjárt majd, mert muszáj voltam bekapni egy szélzóvizet, mert alig találtam rá a telefonra. Na figyeljé, meséljé, mi van veled? Mondjad. Mi van veled? Hát itt nem bujkálok mostad, éppen sikkel, mert el akartak rabolni. Ja, bujkáló. Elszöktem. Hó vagy, merre vagy? Hát itt egy sikátorban vagyok. Elmények érted? Hát autóban vagyok. Ja, autóban vagy, jó van. Autóban. Jó, de hú vagyok? Én a kaszinótól jöttem én mostan.
Hát akkor jó, hogy oda, ott találkozunk, oda elmegyünk én is. Találkozunk, jó vagy, gyere, kasszikó. Na, mindjárt zsívök. Néda, milyen autója van? Hello. Na, hello. Hát muszáján már gyűjtöm, mert a másik az az én autóban. Tele van értékes dolgokkal, azt most nem tudom hova rakni. Aha, van egy nagyon jó ötletem. Na, már kíváncsi vódaika. Jó van. Gyűjjél utána. Megyek utána. Ezt akkor hova akarom menni? Még milyen ötletet van már megint? Na, figyeljé. Olyan ötletem van, én nem fogod hinni. Látni fétem. Igen, én is. Na. Voltad, hogy te a terepten dolgozol, a rossz terepten. Igen, ott a dolgozom. Várjál már, majd csörög a telefonom. Hello? Hello? Na, szia, Rudi. Itt vagyok, a Emily barátom, már most találkoztam. Hát itt, most itt vagyok a sarkon. Hát pontosan nem tudom megmondani, de itt a sarkon hát itten a hegyúdat, meg dobúdat látok. Hát, maximum küldök egy helyzetjelentést. Gyere ide, vagy elmegyünk, érted? Na. Na, bemutatom neked egyik barátomat, a legjobb barátomat. Igen, ki a másik? Ajánlom, hogy én legyek az. Hát ki lenne a másik? Na, ki az akkor a legjobb barátod? A Rudi. Néha szokott nekem hozni vodkát, úgyhogy. Na, hozhat nekem is, majd legközelebb. Akkor nekem is már legjobb barátom. Hozni fog neked is mindig. Szép jó napot! Na, majd akkor fővázolom a tervet. Ja, vázoljad itt közben. Na, figyelj. Azt adta rátam, kivéve rossz teleptes vagy. Igen. Lopnánk egy autó izét. Városlakokta autómentőt. Szóval azzal tudnák autókat szállítani. Meg bontani, széjjel bontani. Érted, egy kicsit ilyen magánvállalkozásba. Hát de ott vannak az izék, a mesterek. Mesterek, hát most kit érdekének, azok nem fognak azok észrevenni, érted? De van ott valaki? Nem tudom, megkérdezik a Rudit mindjárt. Jó, mert ő is ott dolgozik? Igen, ott dolgozik. Ott dolgozik, akkor onnan fogod ismerős. Mondjad már nekem, nagyon fontos kérdésem van. Hallgatlak. Az honnan bízhatok én meg ennyire benned? Bennem, a nézére. Hát az a baj, hogy ha rátézek, akkor nem egy megbízható ember látok. Nézzél mélyen a szemembe. Na várjál majd. Ahol megküldöm egyet vagy kettőt, hogy a szemet lehet mire nézni. Na mondjad barátom, mit is szokató? Figyelj, vendégem vagy egy felesre. Hát én hívlak meg téged, hát azért, hogy te jó, akkor vendégem vagyok egy felesre. Vagy legyen kettő vagy három. Rendben. Na, hát nekem egy viszkit adj egy hármat, meg neki is. Akkor hat viszkit, ha jól értem. Hat viszkit, igen, igen. Azt majd a barátom fizet, aki majd ide gyűl, az a pirosabb. Na. Rudi, tudod mi a terv? Halló te engemet? Hát Blake vagyok, de igen. Na hát az, Rudi Blake. Azt akarom mondani, azt teszültük ki. Hogy? Mi lesz, ha szállítunk mi oda a rostelepre saját magunknak autókat? Azt szétszédjük. Pénzt kapunk. Hát leadjuk, tudod a cuccokat, azt csá. Hát azt mondom, azt kérdezem, hogy te ebben benne volna? Na itt várjatok-e. Hát persze, mert... Hát mert ez a terv most. Na itt vagyok, fő lett vázolva a terv. Na fő van vázolva a terv. Na. Kicsit összeszorult a seklukat, de én mondtam neki semmi aggodalom. Ja, hát összeolok szükülve. Hát az mi? Ő a fűnök. Bízzál benne, én sem bízok. Nagyon ügyes vagy, hogy belegyűvülj ebbe körbe, én ezért már fizettem egyszer. Majdnem lelűtek. Jaj, hát én menekülünk gyorsba. Nem kell itt pánikolni. Utánunk jönnek, előadom, hogy angol vagyok, aztán az, hogy nem tudj, az mindig bejött. Tényleg, Sógor. Kell fedőneveket is kitalálni. Na, ki a Sógor? Te vagy nekem a Sógor vagy? Te vagy a Sógor. Rettbe van. Na. De ugye nem Luxógor. Nem Luxógor. Bejössz egy arra hozzám? Bemehetnék, hát ott ne mehetnék meg. Na gyere. Csöbben legyek az asszony alszik. Títs itthon.
Akkor jó van. Nincs itt, ha minden igaz. Azért körbenézek. Asszony! Jaj, opa! Opa. Jaj, Isten! A szívre habat hoztad. Akkor mégis itthon van. Akkor Hákan, Hákan, gyere, és akkor nem vesz észre. Gyere, Hákan. Azt hittem, nincs itthon. Buje, buje, buje. Gyere ide. Beállok oda a másik szobornak, jó? Ide, gyere, ide. Gyorsan, bujjé, nem vesz észre. Hello, szia! Pecabot így üttem haza, mondom, elmegyek pecázni, úgyse vagy itt. Nem akartok pecázni? Most van egy kis dolgunk, utána tudunk menni, hogyha az jó neked. Jó van nekem. Milyen dolgotok van nektek? Van egy kis munkánk, dolgozunk. Ah, nekem is kéne pénz. Neked is kéne pénz, a 40 ezeres fizetés mellé. Mi az, 20 ezer és nincs kedvem bemenni dolgozni, mert tegnap meghalt egy betege. Kinyitva egy ember? Zába te bajod. Ném, újra akartam illeszteni, de nem sikerült. Gyilkos. Azt mondja, hogyha vársz egy fél órát, aztán elmegyünk horgászni, vagy élmennek. Jó, de mondjatok már még mit csináltak még. Dolgozunk, dolgozunk. De mit? Dolgozunk, munkát, mit dolgozunk? A munkások. Hát tudod te ezt végig, Augusta, hogy mit dolgozunk. Mit dolgozunk? Hát farban. Ja. Ja, persze. Akkor én meg elmegyek a Cyberbarba, mit szólsz hozzá? Kivé? Hova? A Cyberbarba egyedül. Én megyünk veled? Nem kell, most mondtad, hogy dolgoztok. Hát, hogy legyen pénz. 810 csurintom van. A habból is 800-at én utaltam. Abból 700-at én utalt. Ja, Emil, valakit be akarok neked mutatni. Kicsodát? Na. Itt van Nokedli a macskám. Ó, az anyádat. Beraktad a chipses tálba? Gyere le, cica, cici! És miért Nokedli? Szeretem a Nokedlit, miért baj az? Na. Szabaszol meg, mi az az állatkár tinte? Valac. Hát ő nem nyúl. Ő nem. Ő egy, hogy mondjam, egy mangalica. Ő nem nyúl, ő egy mangalica. Jó magasú, csinos mangalica. Ó, bazd meg, elborultam. Megjölted a malacot, asszony! Dehogy is. Látod, az enyém benne alszik a csípzőlék dologból is. Vágjuk akkor legyorsan. Valacot? Ezt támogatom, igen. Ezt az ötletet. Maskát vágjuk le? Mi milyen kis aranyos? A sziszámat hagyjad, Big? Jaj! Hoppa, hát ez csináltál vele. Ez fődobja a talpát. Ez így, szívos dög. Jaj, de aranyos, hogy ledöglik ide. Tudom vinni, ja. Mint egy papagájt, nézd. Ja, Istenem, és ez nem esik le. Stabíteni. Ne. Jaj. Ez ő valami. Tűnk? Ott van hát, a sarokban. Oda mért szarni. Nézek, tele szarja a házat. Majd van neked egy meglepetésem, de az majd akkor négy szem közt leszünk. Élőlény? Ember kibegyek állat? Nem, egy ruházat saját magamon. Ajjajjaj, akkor kibegyek én, mielőtt itt el a balac felé. Most nem menjél ki, majd később. Azt a gyorsan, akkor elugrunk egy fél óra. Ugorjatok. Jó, én addig csinálok valamit. Ja, várjál már, mindjárt jövök be, a hálóba én is átkozom. És miért rosonsz, more? Kommandózó? Te most lopsz a hálóból? Ja, azt hittem. Na, asszony. Na? Gyorsan megcsináljuk ezt a kis munkát. Igen? Kicsit ilyen fekete biznisz, de jó pénz van benne. Milyen pénz? Mennyit jelent az? Sokat. Akár 10 000 is. Ó, és utána mit akartok? Jöttök velem hobbista munkázni? Hát gondoltam, benézünk a Cyberbe. Veled. Vagy ketten. Nem. Jó. Nézzünk. Mi? Egy ilyen vicces persze. Tevékenység az, vagy mi? Jaj, de miért rosol ez az ember? Hogy nézőte ki? Ez a bankrabló ruhája. Emil, adjál már neki valami ruhát. Ez jó, ez. Rabóni. Na. Beállt a derekam. Látom. Kontrolláld. Próbálom. Alulról nézed az asszony? Lábát csókolom. Hát ezt meg is érdemlem ebbe a feszülős nadrágba, még fényes is. Azt is csókold az egyébe. Na, induljunk. Olyan vagy, mint egy hernyó, bazd meg. Hát így már zokni baba? Vagy a buszakába? Mokaszín, az nem buszaka.
Muszaka, az görög kaja, főzök neked majd egyszer. És hol a nudli, tudod... vagy a baklava, vagy hogy hívják a macskát? No kedli, elküldtem aludni. Na gyere Gusztávon, majd jövünk asszony. Jó, én is nem sokára elugrok akkor az Ikea-ba. Helyes, szevasz. Hozzá Ikea-ba sört. Épp ezt akartam mondani. Na, neked is el kell venned feleségű. Na, még egy macska hiányzott a házban. Lesz szőr mindenfelé. A kocát azt ott hagytad? Kocasz elhújt. Hogy meg kell szerelni. Féle vágjuk le le sokkal. Tényleg le kéne Jaj, az anyámat! Bassza meg. Aj, pazdik, látott egy Porsche-t. Te várt itt a ribe. Ez egy Ferrari Morel, de idegesítsé már. Csodájem, ez nem most... mindegy, hogy Porsche vagy Ferrari baszod, de... Aj, pazdik, egy fűnyíló szemű Porsche-t összetörti. Vagy hát üljött neki. Aljas rágalom. Jaj, ez a Pontiák is most kijött itt elé, most mi lesz? Ki kell tőtti a betétlapot? Jaj, uram, jó vagy? Én jó vagyok. Éppen, hogy csak nekem jöttetek, csak ez a rohadt oszlop rám dőtt, bassza vagy. Nem igaz, a száz szerencse. Ja. Ez egy ilyen Pontiáknak drága javítása. Ferrari. Nem Pontiák, nem Porsche, Ferrari. Értem, kettő között van, három között van különbség. Elnézést. Rendben van. Na kell az a betétlap, hogy mi van? Ja, hát nálam nincs egy betétlap, biztosítás sincs a kocsit. Jó van, nálam sincs. Akkor szerintem senki nem látott semmit, nem? Persze, úgy lesz az. Na, lesz hát akkor a mindenki viszi a vizejébe, meg akkor mehet a Lamborghini éven. Azra. Ez a beleli hajcsába itt a körökbe megint. Nem tudom, mi tart itt egy ideig. Most ez mi volt? Pontiák, Lamborghini, mi vagy? Nem tudom én. Engem az izgatott, hogy mi volt az a gázpalacka fejé. Itt izé nem gáz, gáz max volt az véletlenül? Nem akarlak. Kiavítani. Tudod, hogy... Magyarsz. De ez is egyből szállgód a Bugattival, aztán csodálkozik, hogyha neki mennek. Na, ha látol ilyen plattósot, utánfuttótot, vagy valamit, akkor szólja. Rendben. Meg majd átjövök később is dolgozni, hogy lássák, ha nézik, hogy volt, amit nem jelentkezik. Ja, lássák azt, hogy lássák azt. Szép. Most úgy mondom itt, hogy én nem dolgoztam volna sose, de bár mondjuk ez relatív, hogy mit nevezik nálam dolgozásnak. Na, hát kb. Ugyanazt csinálom én is, mint te. Na. Jaj, Istenem, a tüdőmre már elment ez a... Kiért a szén allergia. Nem, mit csinálok? Cigarellázok. Én nem. Itt, hogyha látod a trainert, szólja. Redda, ha hívjuk ki a szerállítót, lopjuk el. Tényleg azt a kéne hallod. Nem is vagy annyira hülye. Ha nem jön a tréner. Hát nem nagyon. De mindig a terveid vannak, amik nem léteznek. Há jó. Most ez jó ötletnek tűnt, mikor tegnap este kitaláltam. Na, mi legyen, mondjad nekem. Most hívok ívó versenyre. Hát még beutózunk a városba, addig meg is szól. Jó, hát benézzük akkor rá az ős az asszonyba. Nézzük csak, álljál meg majd tudatunk, majd megmutatok. Jó. Mert hol kell megállni? Ajaj! Jaj. Jó. Betört az orrom. Várja. Kiszállni! Jaj. Kiszállni az autóból. Most! We'll be right back.
Álló. Hol vagytok? Úton vagyunk, egy a... Úton vagyunk. Bővebben? Bővebben is. Mikor értek ide? Én nem megyek be addig. Most, így áll. Be vagy rúgva? Nem. Kiszállni! Új! Az anyámat! Gyere gyorsan! Ez meg! Hozzak még! Gyűdek a rendőrök! Baszok! Ezek elmentek mellett. Vagy ezek nem ide jöttek? Nem tudom, hallod? De jó balfaszok voltak. Hát az volt. Be vagy baszva meg, még a fejeden alak, mi a szacskó is. Jogosítványom sincs. Igen, halló. Az én időm az izé, ó, nem bocsolám az én időm, jó, van jobb dolgom is. Jó, most úton vagyunk, egy perc és ott vagyunk, a kórháznál hát, vagyunk. Hát, remek. Meg kell állni a Gusztáv gyógyszerébe, szívinfarktus kapott. Jaj. Most akkor oda menjek? Nem kell, már megyünk oda. Már jobban van, meggyógyult egy pillanat és ott vagyunk. Na ide jöttünk. Ja, ide jöttünk. De valak. Jaj, ha összetöröd a kocsimat, megbaszlak titeket. Jaj, asszony. Mi ez a szar a fejeden? Ezer éve. Én így nem megyek be veletek. Asszony, gyere mám be. Nem szégyenkezek veletek. Ne szégyenkezzél már. Ha itt az acskó a fejem, mert nem ismernek meg. Addig, amíg meg nem szólalsz. Hát. Ki ez a postalicska? Miért? Loptuk. Kezdeni csókolom. Honnan is asszony? Én sajnos. Milyen sajnos? Hát... az én szerencsem, hogy jön az. Kezdeni csókolom attól még. Nincs probléma itt. Semmi baj, Emil. De a viselkedésed az probléma. Na, jó van akkor. Elmegyünk akkor. Na most minek lángattál ide te? Azt hittem, hogy bemegyünk. Hát én be is megyek most már, hogy így elmentek. Emil. Úgy van, szedjed föl ezeket is. Emil, hova mentek most? Hát én most már lassan aludni. Én fáradtam. Bementek a kaszinóba. Talált ki, kivel találkoztam? Na, kivel találkoztam? Itt egy kék haja van, és tegnap láttuk a izébe, a cyberbe. Jon. Jaj, on. Na, aztán itt mondott dolgokat, az agyam kisüt tőle. Nem, miket mondott? Hát, hogy neki három illegális a barátja, és bárkit megölnek a kedvéért. Igen, és ezt engem akarnak megölni, gondolom. Én nem tudom, kit akar, hogy miért mondta nekem, de mondtam neki, hogy nincs veled semmi probléma, te ilyen vagy, kész. Na, most akkor bemegyünk a cyberbárhoz, elmondom nekik, hogy merre van az ára. Nem. Na aztán mit akarsz, te hova akartál indulni? Sehova. Csak nem, azt hittem, hogy nem jössz át. Miért ne jönnék át? Hát mert el vagyunk válva, de érted, tudod, elváltunk, de azért te is tudod, hogy... Hogy mondjam, finoman. Mondd, nem finoman. Akkor bejössz nekem, te dagadt picsa. Ó, vetkőzz le. Én? De mi ez a ruha? Hát nem tetszik, neked vettem. Katasztrófa. És hát magamnak vettem, Dana. Úgy néz ki, mind a jól lakott napközisek. Se alasa, se vala, se karja. Nincs alasa, hiába vesz fel maga arra szép ruha. Ez a cipő... Akkor mit szeretné rajtam látni? Hát mondjuk azt a teheneset, a milkásat. A nagy lónak, azt kidobtam. Kidobtad? Hát nem dobtam ki, de szerintem ott van a izé lakókocsi szekrénybe. Hiába veszek én ennek csinos ruhákot. Ha hiába vallgatom én lennek a helyet, akkor is úgy maradt, hogy 1975. Hát gyere, autókázok egy kicsit. Micsoda? Autókálunk. Autózunk. Na, magyarul. Jó. Na, mesélek neked egy történetet, hát ki fogsz égni tőle. Igen.
De én nem szeretném, hogyha féltékenykednél, mert... Na. Jaj, nem fogok én. Nem fogok. Na, tegnap elhittak egy házi buliba. Milyen házi buliba mentétek? Kollégák. Kollégák. Csak kollégák, ugye semmi. Várjál, várjál. Várok. És meghalt valaki. És az egyik kollégáról elmond... Nem, az egy korábbi házi buli volt. Jó, te ennyit járkálsz bulájba. Aha. Na várjál már. És az egyik kollégáról mondta, az egyik másik kolléga, egy kollega nő, aki a legjobb barátnőm lett. Na mindegy, hosszú az szerint. Esztike? Dehogy az Esztike, Blankának hívják. Blanka. Na. És a Blanka mondta a saját testvéréről, Blanka, azt tudod, kollégán. Mit jelent egyébként? Galamb. Igen, fehér. Ja? Ja? Ja, igen, igen. Na. Jó. Igen, jó. Nem, egy zenecímre jutott eszembe, és azt hittem, hogy itt megmutatom, hogy milyen jó. Ma Blanka. Ugye elhiszed, hogy tudok fordítani azt. Igen, csak én beszélek nyelveköt. Igen. Na. Na, hát akkor most, mint kiderült, én viszont nem. Na, figyelj ide. És mondja nekem ez a Blanka, hogy az ő testvére a Lacika, és kiderült, hogy ennek a Lacikának állítólag én bejövök. Hát, mondom, na, szegény gyerek. Majd a Lacikának nem fogsz vajon, én kiszúrom mind a két szemét. Na igen, tehát akkor van egy jó barátnőd, mikor mutatsz be neki? Hát a... Mutassalak be neki? Hát gondoltam legalább megismerhetni a férjed, volt férjedet. Hát bemutatlak én neki, csak ne úgy mutatkozzál be, hogy beszoktál általában mutatkozni, ahogy jó van, kedves leszek. Megvan neked az Esztike száma? Esztike száma nekem? Aha. Nincs. Nincs, akkor menj a kornázat. Minek? Nyugi, elmondok mindent a maga idejébe. Megkeressük a főorvos azt, hogy nyugi, jó. Meglepetése. Nehogy te azt mondjad, hogy én bejövök a Lacikának, az kirúgás, bazd meg. Jaj, dehogy is. Már röhögsz előre. Nem röhögök. Hát bazd meg. Nyugi, te fogsz jól járni a végén, figyeld meg, kieszeltem egy tervet így az éjszaka, gyere. Jaj, ne. Gyere. Nem megyek be. Jaj, ne pánikoljál már, hát mikor csináltam én olyat, amikor te rosszul jöttél ki? Te mindig. Bízzál te bennem. Hol a Lacika egyébként? Leülök. Ja, nem dolgozik most. Leülök. Nem dolgozik? Gyere be velem. De a Lacika azt, nekem nem mondott semmit. De nem érdekel, engem nem a Lacika érdekel, én az Erzsikét keresem. Mi a francnak jövünk ide? Hát, hol dolgozik a főnököt? Hello, szia. Hello. Na jó, én leülök és csinálsz, amit akarsz. Sheldon drága, figyelj már. Igen? Esztikét keresem. Én kétszer elválok, hogyha te valamit itt nekem is akarsz. Egyszer már elváltad, úgyhogy most már baszhatod. Na, itt a szeretőd. Zsolti! Jaj, nem akarok plegykálni, de hát ugye tudod, te is bevallottad nekem. Én most elhagyom a helyiséget. De ne hagyjad el a helyiséget, megyek utánad. Jó. Már is vagyok. Nem, ide sétálj már, ide hívtam neked az igazgatót. Pillanat, legyújtatom az hogy Esztike. Akartok jönni? Kezét csókolom. Miben segíthetek? Négy szem közt tudunk esetleg beszélni pár szót a feleségemről. Feleségéről? Volt. De hát én nem vagyok kompetens ilyen nőügyekbe. Nem nőügyekbe. Dr. Szevira, én vagyok a CMK-nek a kórház igazgatója. Üdvözlöm, hát én itt zavarba vagyok. Üdvözlöm. Már hirtelen. De mi a probléma? Nem kavarok, csak erről a izéről, erről a kis nézeteltérésről. Tudod, amikor meséltél nekem erről a Zsoltról. Te mondtad, hogy volt itt ilyen munkahelyi dolog. Mi? Sajnálom, nem is dolgozik Zsolt. Nehogy nem, én vagyok a Zsolti. Na, egy pár szót akartam erről beszélni, ugyanis nekem a feleségem úgy adta itt elő a dolgokat. De maradjál te is, mert neked is elő kell. Hagyjál engem még. És megsértődik. Az alkalmazottémet nem fogom fegyelmezni azért, mert a felesége vagy éppenséggel elmegy házat nézni egy másik kollégájával, az az ő dolgok. Ezt beszélj meg otthon a feleségével. Persze, ezt mindenféleképpen tisztázni fogom vele. Igazából erről akartam csak beszélni. Nekem nem teljesen illető adva, hogy itt csak háznézés volt, de... Elvázolom a helyzetet, tudom, hogy ez nem ide tartozik, de konkrétan így levázolom. Mi vagy a fiatalember kitakarította a drága Ramona kollégánkat a kórházból, ezért úgy gondoltam, hogy nincsen otthon, és elég sok dolga van, így úgy gondoltam, hogy tervben van egy ház megvétel, megvettem a házat, és úgy gondoltam, hogy akkor, hogyha ha van rá lehetőség, akkor a kisasszonyt meghívom hozzám, és akkor hozzám nyugodtan be tud pakolni. Semmilyen romantikázás, semmi ilyesmi nem volt. Teljesen biztos ebbe? Arra szeretném megkérni, hogy ezzel a kórházi alkalmazottamat ne zaklassa sem Zsoltod, sem az igazgató helyetteseimet.
sem más alkalmazottat. Elhiszem, hogy az önnek rosszul esik és panaszára esik, de ez nem a kórház ügye. További szép napot, kedves Emil. Viszlát. Viszlát, viszlát. Viszlát. Hello, hello. Szia, Zsolti. Szervusz, Jackson, gratulál az előjegyzetéshez. Köszönöm szépen, hogy nem most vagy. Szia, Zsolti. Asszony. Elvigyék kifele. Na hát, ne kapjad itt fel a vizeket. Nyugodjál le. Na, mi van? Elfelejthetsz engem. Miért? Mit kavarod itt a szart? Halló, Rafael. Hol vagy? Itt állok, itt a kukáknál. Kukákat? Én nem láttad, csak én rakás szart, akkor. Az lehet, hogy én voltam. Lehet. Na, amelyet éjban laktál. Miután ki akartam rugatni a Zsótot, tudod, emlékszel gondolom az incidensre. Na, akkor gyere szépen azt meséld el, hogy mi a helyzet. Mert hol vagy te? Ott parkolok a seád mögött. Mi volt ez a cirkusz? Mesélj csak el. Micsoda? Hát egyszerűen szintén tudniuk kellett a főnöküknek erről a kis munkahelyi afféletokról. Mit mondtál? Azt mondd el. Semmit, az, hogy a Zsót téged zaklat. Ez nem igaz, nem zaklat. Te mondtad. Én annyit mondtam, te hülye, hogy elmentünk lakást nézni. Ugyanaz a kettő. Dehogy ugyanaz. Még mi bajod van neked ezzel a hülye gyerekkel? Na, szóval igazából ennyi, nem tudtam, hogy ez a... Én bérezott, mit körösött ez az Albert, vagy Alvin. Mit szólt Alvin, az az igazgató, nem? Az az igazgató. Tessék? Most igen. Hát, hogyha további panaszok érkeznek, munkaidőn belül, ez kihangsúlyozta legalább 8 De nem voltunk szolgálatban! Hát én azt honnan tudtam volna, azt nem mondtad. Hát te hülye vagy. Leadtuk a szolit, úgy bentünk, hogy nem voltunk szoliba. Emil. Jó, van, most nem kéttel izéli kiakadni, meg izéli csinálni a fesztivált. Ezek tények. Ezt nézd meg. Ez egy ajtó? Hát, be tudsz rajta menni? Ehhez ki tudok téged kötözni szerintem. Ez így van. És csapkodjanak ezzel a reszelővel. Én azért vettem ezt ide, hogy ha el akarunk vonulni rosszálkodni egymással, akkor nézd meg, másik ágy is van. Mert Antonio nem akarta, hogy lecseréljük, ezért lecserítem. Meg van ez a cucc itt a falon, és akkor itt lehet játszizni. Mit szólsz hozzá? Tehát van egy ilyen reszelő, egy ilyen spatula, egy hosszabb spatula. Ez a konyhában van? Meg van egy ilyen partfish, vagy minek hívják azt. Ezek nem háztartási eszközök, bazd még. Miért nincsen minden háztartásban? Miért? Pössze vagy? Nem, csak stroke-on volt. Nincs minden háztartásban. De mit szólsz hozzá? Akarsz ezzel majd játszizni? Ha kibékülünk, mondjuk. Ja, hát az még jó messze lesz akkor. Most akkor Zsolt rám haragudni fog? Nem én hogy fog, szerintem fő se fogta, hogy mi történik itt. Már ameddig még ott dolgozik. Emil, ha én összejönnék valakivel, az nem a Zsót. Egyelőre veled jönnék össze, ha megbírná végre változni, de ez a mai akciód megint nem úgy tűnt. De nem akarom, hogy most úgy menjek be dolgozni, hogy mindenki csúnyán néz rám, mert a férjem, volt férjem bejött keverni a kavarást. Ja, most a volt férjed vagyok, aha. Figyeljenek, hát a barátnődnek van igen. Férje? Kinek? Barátnődnek, a galambnak. Nincs! Akkor szerezzen és menjünk-e négyesbe egyet vacsorázni, mit szólsz hozzá? Jó. Hello, hello, miben segíted? Hello, a Chesterhez jöttünk. Rendben. Nem tudom, igazából rendben nézve. Na, Evikém. Szevasz, Guszti bátyám, szevasz. Na, várjál. Köszönöm. Ha mi újságban már lehet. Nem dolgozó, nem vagy itt, merre vagy? Nem dolgozok. A szabad napot kértem. Ja, jó van, csütörtök. Akkor majd a városban, a kaszinóban találkozunk egy italra. Rendben van, de nem mondottam, ha szabad napot kértem. Ja nem. Úristen, mit mondhatott, amilyen marha vittes volt? Rendben van. Ennél nem lehet tudni, mert jó, nem mondom. Hát, jó van, akkor majd később pillanat. Jó! Jó. Beálltak a kórházba, mert már nagyon levigálsz a lábadon. Hát alig. Te Emil, mi volt igen. Olyan marha vicces?
Na mindegy, akkor majd én. Na az volt a vicces, hogy azt mondja, szabad napon van, de ezt a főnöknek nem mondjad. Ja, szerintem mert... a főnök észreveszi, hogy nincs itt. Hát. Észreveszik, hogy azt aggódják. Szabadná tegyem neked a padot? Várjál. Ném, így most jó vagyok itt, teljesen stabil. Jaj! Hagyd őket, te! Menjetek már, arrébb, hát úgy kell lerúgni. Hát, kértem, hogy menjél, arrébb, te is. Menj már, arrébb, azt! Azt szépen lerúgni. Na! Nézd meg, az visszaül. Mi az anyádnak a picsáját csinál? Jaj. Nézd meg, ez a kezdődött. Béliba. Beszéljetek, illetve ja, munkahát... így csörgök. Az az, hogy arról nem tudhat hívatni, vagy tudhat mentősként? Nem hinném. Tudja, hogy szaros telepre dolgoz, de hát tudom, miért ne tudhat. Hát nem arról, az hanem nem titok, a másik hogy arról... részéről. Hát de azt ne előttem tárgyaljátok ki nyilván. Hát azt csak annyit tudok, hogy egyelőre így próbaidősnek fölveszlek, aztán majd kívül, majd azt megbeszéljük. Jaj, vigyázzál, mert Emilnek az megalázó, ha te próbaidősnek veszed fel. Egy próbaidősnek venni főt. Próbaidősnek venni főt, Eszter úr, ugye? Nézd meg, már kezdi, bazd meg. Nézd meg, már kezdi. És itt nincsen véletlenül technikai igazgató poszt? Egy csárosan. Sajnos nincsen. Mi van a izé után, a próbaidős után? Kezdő. Azután? Gyakorlat. Aztán meg már én. Hello. És én nem lehetnék te? Hello. Jó, átgondoljuk, az még a cigáros is sikerült. Igen, igen. Át kell ezt gondolnunk még. Mi van, Emilem? Nagyon el vagy te, kampicsorodva. Nem vagyok én. Pont indulnunk kell azt, hogy nézd meg, lejárt az időnk és indulnunk is kell. Álljak fel. Hát mondjuk arra céloztam finoman, hogy álljál föl, szálljál be a kocsit. Vidd már el szegény szerencsétlen izé, asszalkára. Igen, megszeretek, megszeretek. Megszeretek. A csoda mehába. Igen. Jó van, majd beszélünk még majd. Jó, rendben van, szevasztok. Megrázott ez a dolog. Most ezen főbasztad magad? Min? Ja nem, csak ilyen a faszom ide dolgozni, rájöttem, ez egy ilyen poros szarhely, én ide nem jövök többet dolgozni. Semmi igazából, nem fogok próbaidősnek ide jönni, nem basztam föl magam egy csöppet se. Hát tudom, hogy fölbasztad magad, az én mondom. Meg volt beszélve, hogy igazgatónak jövök ide, osztályra próbaidős. Itt van, körülveszte csak főnökök vannak itt, kinek mondja meg, ki mondja meg kinek, mit mondja mindenki főnök. Nem neked valahogy próbaidős pozíció, Emi? Hát nem. Majd akkor maradok munkanélküli. De egy kezdő se neked való. Nem, hát én nem vagyok kezdet, itt dolgoztam már mióta. Hát azért mondom, hogy ez eléggé hozzád méltatlan pozíció. Igen. Volna. Vagyok a tulajdonos is, de hát ennyit ér az én jéjé barátság. Hát nagyon le vagyok törve, megmondom őszintén, én ezt nem vártam volna tőle. Oly, hogy dírnak, olyan dírt, a vel mangé baktájé.